ön Gyurcsány embere? Szerintem én egy független politikus vagyok, Dobrev Klárának hívnak, és egyébként a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje vagyok, és Gyurcsány Ferenc felesége. Értem, hogy nem tudom, hogyha a Márki-Zay azzal kampányol, hogy ő, neki fideszes papírja van arról, hogy nem Gyurcsány embere, a Karácsonyra meg azt mondják, hogy 99%, akkor ön hova lövi be magát ezen a skálán? Én ezen a skálán oda lövöm be magam, hogy én vagyok az az ember, aki a kormányváltás után az Orbán rendszerét fogja lebontani darabokra. Éppen azért, hogy a közbeszéd az ne ilyen ostobaságokról szóljon, hanem mondjuk az egészségügyről, amiről itt ma eszmét cseréltünk. Terveink szerint az ellenzéki előválasztás minden miniszterelnök jelöltjét bemutatjuk. Ma Dobrev Klára egy kampánynapját követjük végig. Budapesten kezdünk, ahol a DK miniszterelnök jelöltje szakszervezeti vezetőkkel egyeztet, és aztán lesz két vidéki utcai fórum, Gyöngyösön és Ózdon. Nem egyszerűen lopnak, hanem lehetetlenné próbálják azt tenni, hogyha egy választáson legyőzik őket, leváltják őket, akkor az új kormány kormányozhasson. Ezért alakították át úgy az alkotmányt, vagy az alaptörvényé, ahogy alakították, és erre szolgálnak a kétharmados törvények jelentős része. Nyílt, őszinte. Nagyon tisztességes, becsületes, rendes. Nő, értelmes, okos, felkészült, tanult, több nyelven beszél, és mindenkihez szól. Engem nem fog érdekelni a kétharmad. És azt javaslom mindenkinek, hogy a családmódon alkotmányellenesen megalkotott alaptörvény ne kösse meg a kezünket abban, hogy egy demokratikus Magyarországot építsünk. Velem jönnek? Jogászként komolyan gondolja, hogy feles többséggel itt kétharmados dolgokat lehet módosítgatni? És nem vagyok egyedül jogászként. Volt igazságügyminiszterek, mint Bárándi, vagy éppen Forgács Imre, és még iszonyatosan hosszú a sor. Nálamnál sokkal okosabb emberek mondják ugyanazt. Az alaptörvény alkotmány ellenes. Ma ég az alaptörvény is tartalmazza azt a kitételt, hogy aki a hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik, az ellen nem csak joga, hanem kötelessége is fellépni mindenkinek. Márpedig a Fidesz az összes módosítása, Polt Pétertől az Alkotmánybíróságig, Költségvetési Tanácstól az Adóhatóságig, Média Tanácstól a Versenyhatóságig, és még sorolhatnám, semmi más nem épített, mint egy kizárólagos hatalmat. Teljes egészében Dobrev Klára párti vagyok, mert mindenféle felkészültsége, megjelenése, kapcsolatteremtése, szakmai tudása megvan rá. Az, hogy nő, az csak véletlen, tehát nem az a lényeg nálam, hanem a tudása és a rátermettsége. Tegye már fel a kezét, akinek itt Ózdon él a gyereke, unokája. Külföldön. És tegye fel most az a kezét, akinek külföldön, vagy másnál. Mi lenne, hogyha azzal foglalkozna a kormány, hogy ne a leggazdagabb iskolák gyerekeinek adjon még kétszer-háromszor több pénzt, hanem esetleg ide Ózdra? Úgy veszem észre, hogy nagyon sokan megbíznak benne. Úgy jobban, mint a, hogy hívják, Jakobba, mert ő benne ilyen vizét látnak, ilyen, ilyen vicces figurát, Karácsonyról, hát ilyen, ilyen kis tutyimutyi szerintem, meg ő inkább egy ilyen bábú. Úgy veszem észre, hogy bábú. Tehát őt úgy mozgatják, hogy ezt mond, azt mond. De úgy érted, hogy többen is mozgatják, vagy igaz, amit a kormánymédia mond, hogy Gyurcsány Ferenc embere? Gyurcsány Ferenc. És azt gondolod, hogy Dobrev Klára függetlenebb Gyurcsány Ferenctől, mint Karácsony Gergely? Hát nem. Mivel a felesége nem lett függetlenebb most. A Fidesz látványosan Karácsonyra lő és Karácsonyra lövi ezt a gyurcsányos kampányát is, hogy mit gondol, miért nem önnel kapcsolatban csinálják ezt? Mit tudom én, és nem is érdekel. Nem foglalkozunk azzal, hogy éppen melyik hazugsággal tömi az emberek felét. Hogy éppen Gyurcsány, Soros, Karácsony, vagy pedig a nem váltó óvodások. Engem az érdekel, hogy mi lesz az egészségügyel, mi lesz az oktatással, hogyan fogjuk rendbe rakni a költségvetést, és hogyan fogjuk az Európai Uniós pénzeket az ország számára megszerezni. Szerintem ez sokkal fontosabb. Tanult nő. Ugye több nyelven beszél, Európa szerte van kilátás az országból, Márki-Zay is nagyon jó, meg a több is. De hát legyen majd női miniszterelnök. Képzeljenek el egy olyan parlamentet, amiben 90, több mint 90%-ban budapestiek vannak. Csak ők hoznak döntést, alig 10% azok, akik vidéken élnek. Ugye, hogy azt mondanák, hogy ez nincs rendben? Na most úgy néz ki a parlament, 90%-ban férfiak vannak. Egyszerűen azért kell több nő a politikában, hogy legyen hangja azoknak, akiknek eddig nem volt hangja. Úgyhogy nem kell sokkal több nő, szerintem pont fele.
fele férfiak, fele nők, és higgyék el, a férfiaknak is sokkal jobb lesz így. Még nem tudtam aláírni. Jól látadom. Köszönöm szépen. Hajrá! Félek, hogy a karácsony megelőzi, és pontosan a korosztályunknál, mert az van jó fiú. És nagyon aranyos, és minden helyre el tudom képzelni, de nem miniszterelnöknek, mert ide egy határozott személyiség kell, akinek gazdasági jellegű tudása is van. És a Jakab? Nem szeretném. És miért? Őt miért? Hát, mert nagyon jobbról jött. Jó, hogy ez a Jobbik, ez már nem az a Jobbik, de azért mégis bennem van egy kis ellenérzés, mint örökös baloldali. DK-sok jelzik ezt a jobban Jobbikkal való fenntartást, vagy ez teljesen eltűnt? Az önkormányzati választás megmutatta, hogy az ellenzéki szavazók, és most nem a pártok, hanem az ellenzéki szavazók, azok nagyon erősen elkötelezettek a kormányváltás iránt. Van ez a szegedi jelölt, Jobbikos jelölt, aki mögé beállt a DK is, és kiterültek vállalhatatlan dolgai. Mikor a Jobbikkal tárgyaltak a jelöltekről, mennyire néztek utána azoknak a jelölteknek, hogy vannak-e ilyen vállalhatatlan dolgai? Annak néztünk utána, hogy mi az, amit most képvisel, és mi az, amit a jövőben képvisel. Tehát nem azt nézzük, hogy mi az, ami elválasztott minket a múltban, hanem mi az, ami összeköt minket a jövőben, akinek voltak vállalhatatlan mondatai. Egytől egyik bocsánatot kértek, egytől egyik aláírták a Jobbiknak az értéknyilatkozatát, és én azt látom az elmúlt hónapokban, hogy ezt komolyan is gondolják. Olyan jó lenne egy tisztességes kereszténydemokrata párt ebben az országban. A Jobbik lesz a tisztességes kereszténydemokrata párt? Hát én most nagyon más nem látok, mert ugye a Fidesz az se nem tisztességes, se nem kereszténydemokrata, és azt hiszem pártnak sem igazán nevezhetném, inkább valamilyen maffiaszerű képződménynek. Van ellenérzésem a Jobbikkal szemben. Bár nincs bajom jővele se, sőt, Fegyőrrel se, meg Márki-Zajjal se. Mindegy, csak el kell zavarni Orbánékat. Hogyha mondjuk egy karácsony nyeri ezt az előválasztási dolgot, akkor ön és a DK-s emberek mennyire fognak aktívan részt venni abban a kampányban, hogy őt is segítsék? Nagyon aktívan. És ha Márki-Zaj Péter nyeri, vagy Jakab nyeri, akkor ugyanilyen aktívan ott leszünk. Ez a legfontosabb megállapodás az ellenzéki pártok között. A legfőbb célunk az a kormányváltás. Az ellenzéki előválasztásnak éppen az a célja, hogy összesíthessük az erőnket, és hihetetlen nagy felszabadult energiát és erőt fognak látni a magyar állampolgárok, a választók, amikor vége van az előválasztásnak, és az egész nagy erő együtt megindul előre. Az egyik legfontosabb dolog, hogy addig nem lesz itt béke ebben az országban, addig nem lesz igazság. Miniszterelnökként egy fontos feladatom van. Eltakarítani a bíróságok feje fölül ezt a fideszes uralmat, és a tisztességes bírók fognak rendes döntéseket hozni. Eltakarítani az ügyészség feje fölül ezt a fideszes elnyomást, amit Polt Péter csinál, és higgyék el, az ügyészek túlnyomó többsége tisztességes és vádat akar emelni. Maradjanak velem, maradjunk együtt, legyünk erősek akkor is, amikor közösen fogunk kormányozni, mert végre eljön az az időszak Magyarország életében, 12 év után, amikor újra azt mondhatjuk, hogy mi közösen kormányzunk, magyarok, Gyöngyösön, Budapesten, Szegeden és Pécsen, és elég volt abból, hogy mindent ott Budapestről akarnak megmondani nekünk, fönt a várból. Ugye? Tökéletes. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nyerünk a leírás. Viszontlátásra. Egyetlen dolog maradt, iratkozz fel a YouTube csatornánkra.